Szeretettel köszöntjük a kedves nézőket a Lokál Kabrióták című közéleti sorozatunk negyedik adásán. Vendégünk Jószai Zsolt szobrászművész, illetőleg hát mi vagyunk az ő vendégei gyönyörű otthonában. Ez a kis műsor az Életfa Alapítvány és a CÖF Klub Miskolc pályázaton elnyert pénzéből valósul meg. Ez egy szolgálati közlemény, hiszen el kell mondanunk, hogy Miskolc város CLLD pályázatán nyertünk erre egy kisebb összeget, és ebből a lehetőség, ezzel a lehetőséggel élve keresünk meg Miskolc város művészeit, közéleti személyiségeit, érdekes embereit, akik nyitottak a világra, akiknek sokat köszönhetünk, és akik valójában példát mutatnak. Ennyi röviden, és hál' Istennek ma nem én leszek a beszélgető partner, úgyhogy én is élvezettel fogom hallgatni. Máger Ágnes festőművész fog beszélgetni a művész úrral, úgyhogy én át is adnám neki a szót, és köszönjük szépen, hogy ebben segítségünkre van. Hát szeretettel köszöntök én is mindenkit, szervusz Zsolt, és hát ez most egy kicsit tetemre hívás, tudod, a kollega a kollégával szemben. Fel fogok tenni neked jó pár kérdés, de mielőtt ezt megtenném, hát szeretném azt elmesélni, hogy mikor kinyitottam a weboldaladat, akkor nagyon jó a weboldalad egyébként, még pedig azért jó, mert nem azzal kezdi, hogy nem tudom én született ekkor és stb., hanem 3-4 nagyon dögös kritikával kezdődik a te weboldalad, és ezeket nagyon prominens emberek írták, művészettörténészek, mint például a Wiener Tibor, a Pap Gábor, a Simon Mária, és nagyon érdekesek a címek, amiket adtak ezek a kritikusok, és ezeket fel is olvasnám, azt mondja, más, ember más. Ez volt az egyik cím. A másik cím, ismerem az utat, amerre mennem kell. A harmadik cím az utoljáró, a negyedik cím gúzsba kötve. Tehát ezek nagyon érdekes címek, és amikor mondjuk kinyitom az egyik katalógusodat, és a szobroknak a címét nézem, akkor ilyen címeket adtál, így címkézted fel a szobraidat, hogy pogány, vágyakozás, akkor kezdetben, az út végén, megérkezett, zarándok, eszmélő, intelem, barát, mediátor, az utolsó kettő, ez egy két portréot láthatjuk ott fent a könyveszekrény tetején, erről majd külön szeretnélek megkérdezni. Úgy érzem, hogy ezek a címek, illetve a majdnem fogalomértelmű címek, amiket te adtál a munkáidnak, ezek per abszurdum jellemzőek rád, és jellemeznek is téged. És ezt egy kis ízelítőnek szánnám a nézők felé, hogy felkeltsük az érdeklődést, mert valamennyire ez egy fogalmat ad egy emberről, amikor ilyen címekkel találkozunk. Hát ezek után felteszem a kérdést magamnak és neked is, hát ki is van ezek mögött, a címek mögött, ki ez a művész, aki ilyen címkékkel látja el a saját munkáit. Azt tudom, hogy Szolnokon születtél, hiszen azt tudható, és ott töltötted a gyermekkorodat, ott élted meg a családi körbe. És azt szeretném kérdezni ezzel kapcsolatban, hogy valamit mesélj a gyerekkorodról, és arról, hogy a te művész indítatásod a családi gyökerű, vagy pedig nem tudod, hogy honnéd ered, és a gyerekkorodban ezeknek a csirái megmutatkoztak-e? Hát, szeretettel köszöntöm én is, aki néz minket, téged külön, és én nem tudom, ezek a gyerekkori élmények, amik érik az embert, az meghatározó szerintem, hogy egész életre kihat. És én, ugye említetted, én Szolnokon töltöttem a gyerek éveimet, az első általános iskola első 5 osztályát ott végeztem, aztán életem nem Szolnokon, hanem Debrecenben laktunk, tehát ez kimarad, és utána Szolnokra kerültünk, és utána Szolnokon érettségiztem is a Lelseki Ferenc gimnáziumban, és tulajdonképpen a szobrászat
csak itt lépett be, tehát amikor én a gimnázium első-második osztályában jártam, tehát 15-16 éves koromban kezdtem el érdeklődni a szobrászat iránt. A családban senki nem volt, aki ezzel kapcsolatban egyáltalán művészettel foglalkozott volna. Nem volt ilyen, és hát édesanyám felfigyelt rá, hogy én egyszer csak elkezdtem gyurkálni, ott egy kályhás mester járt nálunk, és ott hagyott samottos anyagot a kályhajavítás után. És hát ugye az képléken jó állapotban volt, én elkezdtem unalmamban, vagy nem tudom milyen ötletből gyurkálgatni abból valamit, és akkor csináltam egy ilyen kutyaszobrot, egy ülő kutya, emlékszem rá. Hát bevittem, hát de milyen ügyes, aranyos, ez egy ilyen 10 centi, egy alasznyi kis szobrocska volt, ilyen tömér agyag. Aztán, hát persze, egy szívőnek az tetszik nagyon, biztattak, hát én elővettem a Brém állatvilágát, mert az volt otthon, ez a sokak által ismert 4 kötetes, jól tudom. Na ott az emlősök világában mindent, amit meg lehet agyagból csinálni, én azt ott megcsináltam, ilyen gyártottam, amíg volt ebből az agyagból. Na és akkor így következett az, hogy édesanyám elnyomanó kutya. Nem. Elvitt a szolnoki művésztelepen, ott egy nagymúltú művésztelep működött, nem működik ma is. Igen, hogyne, Páron Végbeli Lajos írt róla, igen. És elvitt oda egy szobrászművész, Kis Istvánnak hívták, aki... Ő volt az öntőmester később? Nem, Kis István. Ő nagy állatszobrász is volt, mackókat csinált nagyon sokat. Meg ilyen zárt, összefogott formájú aktjai is voltak, meg állatok. Na és őhozzá mentem el neki, ő működtetett egy szakkört a kultúrházba, Szolnokon, és oda mentem el a gyerek szakkörbe. Beiratkoztam, stb. És akkor én irányítgatásával elkezdtem dolgozni. Ott látott egy pici kis szobrocska ott a kocka tetején, ott ez a kis szirke. Az úgy készült, hogy én megmintáztam, most már akkor plasztirénből, amit ő adott, hogy ezzel próbálkozzak meg, ilyen kis picike ott van, és akkor utána azt az ő segítségével gipszbe öntöttük, és utána, hogy olyan hatása legyen, mint a fényből lenne, grafitport csináltuk, a ceruzát reszeltük smirglén, és akkor azzal bedörzsöttem, és most már lekupott róla, de akkor olyan lett, mint hogyha ilyen fényből lenne. Na hát ez volt az első élmény, ebből is csináltam, egyetlen maradt még belőle, csak az a picike volt. Na, akkor ez a technikai bravúr, ez már akkor gyerekkorban előtt. Ez, hogy kell gipszit önteni, az már nagy szám volt. Mert neked a technikai dolgokhoz pluszban még hozzájön nagyon sok minden leleményes ötlet, de majd erről beszélünk kicsit később most. Azt tehát végül is úgy érzem, hogy a szüleid pártoltak téged ebben, hogy a tehetséget kibontakozzon, igen, ugye? Igen. És akkor az nem merül fel, hogy te képző gimnáziumba mész, tehát te sima gimnáziumba jártál, humán gimnáziumba. Igen, sima rendes gimnázium. Azért nem, mert ugye csak Budapesten vagy Szegeden lett volna lehetőség, és nem engedtek el, hogy ott ugye a gyerek, hát ott egyedül a nagyvilágban nem engedtek. Én ezt fájlaltam is, mert el lett volna intézve viszonylag simán, hogy átvettek volna, tehát ez nem engedtek. Én azt mai napig is sajnálom, mert nagyon jó lett volna akkor. De hát sose lehet tudni, hogy miből mi a haszna az embernek később. Ez pontosan. Én se jártam képzőművészeti gimnáziumban. És hova kerül utána? Igen, hát. igen. És hát utána akkor egyenes út vitt a Egerbe, a tanárképzőre. Igen, hát persze, mellette felvételiztem a képzőművészeti főiskolára, de az nem aztán nem. Miután másodszor is mentem, akkor nem vettek fel. Ide melyikettőt lehetett beadni két helyre. Aki művészetére jelentkezett mellette egy másikra, és akkor ide Egerbe felvettek a földrajz szakra, és azt végeztem el is, és egy remek társaságba keveredtem. Igen, hát tudom, hogy a Földi Lacival jártál. Földi Péter. Vagy a Földi Péterrel, igen. Itt van a képe fönt, ez a pasztelkép. Igen, tényleg. És hát
De nem egy év folyamán jártunk, én fölöttem járt kettővel, két évvel, de egy nagyon jó kis baráti társaság jött. Kik voltak a barátaidot, ilyen például neves művések? Jelenleg Sárospatakon a bábművészetnek a nagymester, a Szentirmai László például. Igen, igen. Aki a tanár, vagy a tanítóképző főiskolának is volt főigazgató helyettese, meg tanszékvezető ott. Na, akkor van egy barátunk, aki Svájcba ment, nagyon tehetséges, és mindannyian felhúztunk. Ez a Selmeci? Selmeci György volt, igen. Most... És a Mokrai, vele is jó barátságban voltál? Nem. Aztán a, hát Miskolcról ismerős, a Viszt József volt. Hogy akkor nem, nagyon sajnáljuk, költön már nem ér. És a mestereid is miskolciak voltak, hát, ugye, Seres János és... Igen? És hát ugye, bocsánat, csak én akkor a Egerbe is megkettem meg a feleségemmel. Igen? És negyedik be, tehát év végén, a főiskola végzésében összeházasodtunk, és akkor Szolnokra kerültünk, ott kaptunk. Állást. Sokkal is oda jártam. És utána jöttünk ide-vissza a Miskolcra. Tehát Zsokó is ott végzettem. Aha. Te és a főiskola és a te Miskolcra költözésed között van egy idő. Azt hol töltötted? A Tiszavárkonyi Általános Iskolába tanítottam. Aha. Rajzot. Mert ez egy ilyen gyúk volt nekem az életrajzod. Hát ennyi. De az egy évről egy volt szó. Igen. Utána már bekerültem egy szolnoki általános iskolába, és utána ott tanítottam még vagy 3-4 évet, és úgy jöttünk el ide. Mm. Na, egy kicsit én, ugye beérkeztél, vagy Miskolcra érkeztél, itt a fogadott téged egy nagyon erős képzőművészeti közeg, hiszen akkor már, a jól emlékszem, működött a grafikai biennálé, és hát itt nagyon erős volt a művészi élet, ugye lejárt ide Hajdanába a Csohány Kálmán grafikus, a Kondor Béla és a többi, tehát volt egy komoly grafikai műhely, de a jó nevű festők is voltak itt, és mint fiatal ember, hogy érzed, hogy könnyen be tudtál illeszkedni, vagy nem is, nem zavar engem, Zsolt, vagy nem zavar. Könnyen be tudtál illeszkedni ebbe a közegbe, vagy voltak nehézségei? De ezt azért kérdezem, mert nekem voltak. Hát nekem nem voltak, szerencsés voltam, mert ugye a Seres tanár úr pártfogott engem mindig, én is csak jó szívvel tudok rá emlékezni most is, ahol lehetett, tanácsokat adott, áthívtam, mert ugye nem messze laktunk egymáshoz, megnézte a készülő szobramat. Szóval olyan nagyon aranyos volt, olyan tényleg nagyon sok. Igen, szóval te a Seres gólyokhoz tartoztál. Igen. Mert voltak Seres görglök is. Tudom, hogy jártak oda a műterembe, Seres tanárul volt. Jó, tehát akkor nem volt semmi gondod, és a hol tudtál dolgozni? Tehát a kollektív műterembe jártál, vagy pedig volt olyan lehetőséged esetleg, nem tudom, hogy alakult a közös életetek Zsókával. Családi házban laktunk. Ugye én munkám az nem volt feltétlenül műteremhez kötött, mert én a szabadban mindig szerettem dolgozni, hát fát faragni csak jobb ki, mint hogy bent a szobában. Persze, csinálnám egy műteremben. Igen. Tehát az kint jó volt, így meg tudtam oldani, de hát nem volt vele különösebb problémám. Igen. Most a te művészi utadat, hogyha az ember az eddigit végig tekinti, akkor az egy nagyon színes, gazdag dolog. Ugye te mindenféle, hogy mondjam, a képzőművészeti alkotó országos, vagy képzőművészeti alapnak, ami most várjál csak, mi soda? Ezt most írtál, nem tudom én se, de ugyanazt mellé. Művészeti alapnak. Művészeti alapnak, akkor a Képzés Iparművészek Szövetségének tagja vagy, a szobrász szakosztálynak, igen, külön tagja vagy, a Szimen Miskolci Akadémiának is tagja vagy. Tehát nagyon sok ilyen titulusod van, azon túl, hogy nagyon sok díjad van. Ha az ember megnézi, számtalan felsorolni is lehetetlenség, hogy hány
kiállításon nyertél első díjat, akkor közös csoportos kiállításokon, tehát volt Kassán például a Löffler Múzeumban, amit én nagyon szóval örömmel vettem, mert én a Löffler munkásságát nagyon szeretem, egy kicsit a te sima faszobraitól emlékeztet nekem a Löfflernek ezek a szépen kisimult formai dolgai. Aztán volt neked valahol Olaszországban és Padovában talán egy csoportos kiállításod, ahova a magyar értékeket vitték. Ugye? Igen, magyar szellemi tulajdon. Szellemi tulajdon címe, ez volt a, igen, tehát így, mint egy tényleg egy igazi rendes szobrász. Nem tudom, hogy volt-e még rajta kívül több szobrász. Ott nem tudom, ott nem, ezt a Hamm Ferenc szervezésében. Hamm Ferencről el kell annyit mondjak a hallgatóságnak vagy a nézőknek, hogy művészettörténész volt Zebegényben. Szentendrén lakott. Szentendrén is lakott, de Zebegény is nagyon sokat tevékenykedett a Szőnyi körül. Én ismertem őt személyesen, és nagyon értékelem, tisztelem, tehát ő, amit ő csinált, az biztos, hogy jól csinálta. Tehát ott tartottunk, hogy nagyon sok kiállításod volt, nagyon sok díjad volt, és hát igyekeztél mindenhol megmutatkozni, ahol lehetőséged volt, de most akkor beszéljünk magáról a munkásságodról. A szobrászatban is vannak különböző műfajok, tehát lehet csinálni érmeket, kis plaketteket, lehet csinálni kis plasztikát, de többféle és nagy szobrot is, többféle anyagból lehet ezeket, lehet fából, ugye te azt szereted legjobban, aztán mészkőből, kőből, márványból, több mindenféle bronzból, és te valamennyi műfajt gyakorlod, és a fa a legkedvesebb műfajod, és azt szeretném megkérdezni, hogy miért a fa, és hogy milyen fa az, amivel te igazán szeretsz dolgozni, és ami a kezedbe akad, vagy megválasztod, hogy melyik anyaggal dolgozol, melyik fa. Említettem, hogy anyagból indult a dolog, amikor gyerek voltam, utána főiskolás koromban köveket faragtam, na most az nem nagyon jött be nekem, mert túl nehéz volt, tehát fizikailag nehéz volt, nem tudtam nagyobb méretű szobrokat csinálni belőle, mert én a szobraimat mindig különböző helyétre föltettem, letettem, megnéztem alulról, felülről, és ezeket a köveket, ha oda letettem, az ott maradt, amíg meg nem csináltam. Szóval ez így nem ment nekem. Úgyhogy egy-két fej őrzi azt a korszakot, amit Egerben csináltam főiskolásként, és aztán jöttek a fa dolgok. A fa meg a legegyszerűbb volt bele, az gyakorlatilag bármikor hozzájutottam, ingyen is volt, mert sokan hívtak, hogy itt a diófa, most láttuk ki, vigyen belőle, hogyha kéri, hát vagy nagyon szép körtefa darabokat kaptam, ami hát csoda. És akkor hát így indult a fa szeretete, és rájöttem, hogy ez egy csodálatos dolog. Nagyon nagy élvezet a fát faragni, tehát már aki szereti persze, tudnék egyfajta érzéki örömet okoz a számomra, ahogy a véső, ezek a kanalas vésők haladnak a fába, gyönyörű a visszamaradt felület, amit meg lehet simogatni, meg lehet szagolni, nagyon jó a fának az illata, külön illata van a hársfának, a diónak, szóval aki ezzel foglalkozik, az rájön, és hogy mivel dolgozik, egyre jobban beleszeret, megtanulja, hogy mit lehet vele csinálni, mit nem enged meg, mit lehet megcsinálni. És rájöttem, hogy egy sok szobromon lehet látni, hogy megcsináltam a figurát mondjuk, és nem tetszett, hogy a mozgása, ahogy volt. Fogtam, elfirészeltem, kicsit lefaragtam vele, visszaraktam, próbálgattam, és akkor összeaplikáltam újra az elfirészelt darabokat abban a mozgásban, ahogy nekem tetszett volna, vagy akartam, és utána az meg erős ragasztóval természetesen, és ilyen összekötő anyagokkal. És a végén pedig drapériával gazdagítottam a felületet, utána azt lehetett színezni. És na várjál egy kicsit, erről így alakultak. Igen, de erről azért szeretnék többet tudni. Ezek a faszobrai, majd aztán később bronzokról is beszélünk, ezek valami különlegesek. Én amikor először láttam, akkor teljesen ilyen, mint egy ilyen totemisztikus, vagy mint hogyha húsvéti szigetekről bukkant volna erő. Tehát mindegyik ilyen faszobrodban van valami örökké valóság, és
nagyon különös arckifejezés, például a két utolsó című munkád, ami ott van a szekrényben, az egyik egy lecsukott szemű figura, vagy portré, a másik egy nyitott szemű, tehát egyrészt ugye az arc maga különös, tehát nem is kell, hogy az ember ezt felcímkézze valamivel, hát, és akkor ezek a hozzá költött dolgok, amiket te mondtad, hogy beviaszoltál, tehát a gészt, vagy a drótot, vagy akármit, amit rátettél még, ami jelzésszerűen egy sapkát, vagy egy drapériát szimbolizált, hogy ezek nagyon csodálatosak, és nagyon különlegessé teszik, hogy ezek az ötletek úgy magától jöttek, és még azt is szeretném kérdezni, hogy amikor ezeket a szobrokat faragod, de nyilván, hogy az is fontos, hogy a fa hogy adja ki, de az előbb mondtad, hogy te bátran levágtad az egyik kezét, vagy nem tudom, mert kvázi mondod, hogy annak ott van a másik keze, és csak úgy bele kell látni. De hogy tehát mennyire köti meg a fa a kezedet, akkor, amikor egy figurát kibontasz, és még azt akarom kérdezni, hogy előbb születik meg a gondolat, amit majd megfaragsz, vagy miután megfaragtad már is, amit kiadott a faj, a te gondolatod és szellemed, utána címkészted fel névve. Hát ez sokszor, én ösztönösen csinálom ezeket a dolgokat. Ez a baj, hogy sokan ezt nem szeretik, és nagyon tudatosan állnak hozzá, megtervezik. Én nem ez a fajta alkotó vagyok, ha lehet így mondani, hanem kicsit átengedem magam, egy ilyen furcsa állapotba kell az ember, egy meditációs állapot ez tulajdonképpen. Én a fa meg a vés, és úgy elfeledkezek gyakorlatilag mindenre, elindul valahol a szobor, általában a fejet próbálom megkeresni, hogy hol lesz ennek a feje, érdekes. Aztán, hogy a fejet már kezdem kifaragni, akkor a többi részét is ahhoz kitalálom, illetve alakítom. Ez valahogy jön egyik a másikból, aztán hiába megcsináltam mind a két karját, a végén rájöttem, hogy jobb lesz, hogyha az egyik karját leválasztom, és akkor csak egy kezem marad meg. Aztán volt, hogy egyik sem maradt meg. Itt van például kint ez a nagy figura, ez most jött vissza, a Vigadóba volt kiállítva, a Trianon emlékére volt egy nagyon szép kiállítás. Ez most ott volt kiállítva, és onnan jött meg. Előtte meg a Vásárhelyi őszi tárlaton szerepelt. Tehát, szóval nem tudom, hát az én metódusom, szóval így készülnek, tehát nem feltétlenül tudom, hogy mi lesz a végeredmény. Uh-huh. És már többször ugye elgondoltam, hogy a meglévő szobrokat most van, aki régi munkáit újra alakítja, előveszi, és akkor én meg nem tudom, szóval hogy úgy hagyom békén, ahogy van, aztán inkább csinálni kéne egy újat, egy másikat. De ez utólagosan visszanyúlni, azt a lelki állapotot nem tudom úgy se elérni, amikor azt csináltam, igen, amikor az készült, és most abban nem tudok már újra visszahelyezkedni. Inkább igen, egy újat érdemes csinálni. Nagyon érzékletesek ezek a szobrok, és formailag gyönyörűek. És azt veszem észre, hogy egy pontja a szobornak mindig jobban ki van dolgozva. Például egy száj nagyon szépen, tehát még lehet látni az izomzatot, mindent, vagy pedig a szeme, tehát ettől olyan különleges, hogy nem egyforma hangsúlyt kapnak a formák, hanem van, amit kiemelsz. Tehát tényleg ezek nagyon-nagyon szépek. Na most én tudom, hogy már beszéltünk róla, hogy te az első munkáidat, meg eltább elég gyakran a bronz munkáidat, amit annak szánsz viaszvesztéssel. Tehát úgy látom, hogy a viasz az nálad egy ilyen fontos anyag, hogy mesélj arról egy kicsikét, mert te, tudom, hogy te magad is csináltál így, vagy öntöttél szobrot. Hát segítséggel, mert ugye ez, nekem nincs helyen, tehát itthon azt nem tudnám megcsinálni, ez komoly felszereltség kell azért egy bronzöntéshez. Viszont többször észvettem ilyen művésztelepen, ahol ezzel foglalkoznak, Nyíregyháza sóstói kisplasztikai és éremművészeti alkotótelepen voltam meghívott
és ott dolgoztam, ott ismerkedtem meg vele tulajdonképpen. Azért kérdezem ezt, mert látom, hogy a plakettjeidnél is, mivel nyitott formák vannak, tehát nagyon sok a kiálló formavilág, tehát nem számít, hogy van a lemeccés, vagy nincs a lemeccés, mert hogy ez viaszvesztése. Egyedi és darab, így. Igen, és egyedi darab, és annyira csodálatosak ezek, éppen ezért, mert a síkból kijönnek, és szabadon tudnak mozogni, hát ezért nagyon sok lehetőséget ad, és amikor az ember szobrászatról gondolkodik, akkor általában mindig ilyen zárt formák, tömörű, szóval ettől te eltérsz, és ezért szépek ezek. Hát jó, bronzba, igen. Bronzba, csodálatosak. Na, most akkor egy kicsit beszéljünk arról, hogy ugye, tehát nagyon sok helyen vannak bronz munkáik, például Opusztaszeren van a Rákóczi, második Rákóczi Ferenc, akkor Miskolcon is van itt egy a Antal Józsefnek a portrészobra. Az Antal, igen, a Rákóczi Ferenc, az ott van a galériánál. Ja, a Dombormű, igen. A Dombormű, igen, aztán van az Antal József, az pedig ott az Antal József Parkban. És hát itt közelben nagyon sok szobrod van, nem Szinnyeújfalut, hanem Szirma Bersenyőn van, igen, a Szinnyeiről készült igen, dolog, aztán Zsolcán és is van. Igen, Ermanottó, Domborműve az iskolában. Domborműve az iskolában, de ez csak egy nagyon kis rész, amit én most megemlítettem. Edelényben van a Szabó Lőrinc. Edelényben van a Szabó Lőrinc. Tehát ez igen, fantasztikus, hogy Újfehértorna. Ja, az már faszobor, az más, az bocsánat. És Darerről is csinálják egy szobrot, ugye, ha jól emlékszem, a Vadasparkban van. Igen, Darer, Konrád Lorenz meg Angi Csaba. Hát igen, három szobor is van. Igen, három szobor is van. De kővel is foglalkozol. És akkor beszéljünk egy kicsikét a Szent Istvánról, mert én nekem ez egy ilyen veszőparipám, mégpedig azért, mert ezt a témát nagyon nehéz megközelíteni. Egyrészt azért, mert nagyon sokan megcsinálták, tehát sok alkotás született már erről, és te egy olyan különös módon fogtad meg ezt a szobrot, ami nagyon izgalmas, szimpatikus, mégpedig a mesélni róla, ez a koronának egy ilyen zománc felületét, és ha meg is mutatnád, abból indultál ki, és mint ahogy mondjuk egy természeti formából kiindulhat egy festő, és lebontja azokat, ugyanígy te ezt a rekesz zománcot próbáltad átírni a szobor környezetébe, tehát ebből indultál ki. Igen. És hát vannak a szobron még különböző attribútumok, azokról is szeretném, ha beszélnél, mert ott van Szent István szignatúrája is. Tehát tígyan, kedves, akkor... Hát tulajdonképpen ugye én kőszobrokat említett főiskolás koromban faragtam utoljára, és aztán jött ez a csodálatos lehetőség számomra, hogy megcsinálhatom. És ki rendelte, vagy hogy volt erről is, mesélj egy kicsit. Hogy hívják ezt? Meghívásos pályázat volt. Hárman voltunk, akik ezen indultunk, és akkor úgy döntött a város vezetése, hogy a én szobromat fogadják el. És aztán na, a lényege a dolognak, amikor ezt megtudtam, hogy ezt nekem kell csinálni, hát nagyon, nagyon jó esélyezés volt, szóval szinte hihetetlennek tartottam, de úgy valahogy, mikor beadtam erre a makettet, amit le kellett adni, valahogy úgy éreztem, hogy nem tudom miért, hogy ez az enyém lesz, hogy ezt én fogom megcsinálni. Nem tudom, de ez csak... belőle, mert ez annyira nekem való lett ez igen, a szobor. Na, mindegy, szóval. És rögtön a Szent Korona ugrott be, amikor készültem a pályázatra, tehát jelentkeztem. Rögtön a Szent Korona, és azon belül is ugye a keresztpánton lévő apostol ábrázolásoknak a rekeszománc képei, hogy a szentek, tehát a Szent Péter,
meg Pál, tehát... Megmutathatnánk a másik könyvben, talán benne van a kamera. Az meg ott van fönt éppen. Hát nem baj, akkor ezt mutassuk. Tulajdonképpen ez is jó, tehát igen, csak egy kicsit. Itt van ez a kép, hogyha ráközelítenél, Rita kedves. Igen. Hogy ez volt számomra olyan, ami itt a kép alapján úgy valahogy adta magát, hogy ez térbe is megvalósítható. Tehát nem csak ami itt. Ez szinte egy vázlat ahhoz, hogy ennek alapján mehet egy szobor. Uh-huh. Megvalósulhat egy szobor. Tehát magyarul ezt rögtön egy kapunak képzeltem el, ami itt a Szent körül van, és ez a zárókő, ez itt ez lezárja. De először úgy terveztem, hogy a pont bent áll a figura a kapu vonalával egyben, de aztán nem jó, én végül is arra gondoltam, hogy kintebb álljon, mint egy jelezve az, hogy valamiből kilépett, valami a múltat lezártuk, beléptünk egy új világba gyakorlatilag, és ez itt a kereszténység az európai, a nyugat felé való nyitásnak a lehetőségét, tehát abban a korban. Igen. Tehát én ezt valahogy így gondoltam el, és természetesen a kapu az viseli, hát nem ezeket, amik itt látható, mert aki ismeri a szobrot, azt tudja, hogy nem ezek vannak megfaragva, ami itt látható. Igen, kis változtatás van. Itt a gondolat innen indult, ez csak azért van. Igen, szóval tehát, bennem is ilyen képzeteket keltett, de különösen az, hogy a templom ajtóban áll. Azért is jobb, hogy így csináltad, mert ugye egy síkba lett volna a kapuval, akkor az nem lehetett volna minden oldalról látni, így térbe is nagyobb a játéka. Igen. És hát tudom, hogy a Rudolf Mihály építész bábáskodott a szobor mellett, és hogy a talapzatot ő tervezte? Igen, a talapzatot ő tervezte. Igen, talapzatot ő tervezte, igen. Azt a dombot? És, igen, igen, ami körbefújt. Nagyon, hogy mondjam, szeretik a miskolciak ezt a szobrot. Tehát én valahányszor ott elmegyek a téren, mindig látom, hogy körülötte vannak, a szülők mutatják, mutogatják a gyerekeknek. Tehát ez egy kultikus hely lett. És hát a szobor 20. évfordulóján azt a cöpp meg is koszorúzta ezt a szobrot. És nagyon szeretnénk, hogyha a helyén maradna ezt, szeretnénk itt kihangsúlyozni ebbe a filmbe, tehát nagyon örülnénk, hogyha nem lenne onnét elrakva más helyre, mert már ott megszoktuk ezt a szobrot, és mindenki nagyon szereti. Most ennek a szobornak a kivitelezésével kapcsolatban még ott tegyek fel kérdést, hogy egy ilyen nagyméretű szobrot megcsinálni, tehát azt tudom, ez egy gigantikus nagy munka, mivel te inkább faragsz, vagy ugye megcsináld azt a melszobrot, vagy büsztöt, stb. Tehát ez volt, úgy tudom, hogy az első ilyen nagyméretű szobrot. Igen, igen, igen. A magát a szobrot azt agyagból megmintáztam egy az egyes méretben, és abból öntöttem egy gipsz negatívot, majd abból egy pozitívot, és azt a pozitív szobrot, gipsz szobrot, vittük el a Dunántúló Nagykovácsiba a Fáskerti István nagyon jó nevű fafaragó, vagy kőfaragó művészhez, aki a végleges formába készítette el gyakorlatilag. Hát apró igazításokat azt lehetett rajta, meg végeztem, de a lényegi munkát, tehát a gépekkel azt a hatalmas munkát ő ezt elvégezte. Természetesen mesterekkel, tehát ez, és nagyon jó minőségben. Hát. Nagyon izgalmas lehetett, amikor a helyére rakták a szobrot, azt el tudom képzelni, darukkal és egyebekkel. Sajnálom nagyon, hogy nem lehettem jelen, vagy nem tudtam róla, hogy mikor kerül a helyére, mert szívesen nézegettem volna. De az volt, még azt el akarom mondani, mert az egy nagy jelenet volt, hogy az avatás az 27-én volt, december 27-én, és a Seregi István érsek úr is megáldotta. Ó, de csodálatos. Többek között, és említette is, hogy de hát mindenki észrevette, aki ott volt, jelen volt. Képzeljétek el, hogy teljesen olyan köd volt, hogy délután, vagy hát mikor a délután volt, valahogy így.
és rettenetes nagy köd volt az egész. Mikor állították pontosan fel a szobrot? December 27-én. Uh-huh. Igen. És képzeljétek el, amikor a leplet lehúzták róla, kisütött a nap. Hát ilyen nincs, és ezt a Selegény mondta is, hogy hát ez valami isteni csoda volt. Aha. A jó Isten egy kimosolygott ránk, és ott a ünneplő tömegre meg a szoborra. Szóval ez valami csoda volt. Komolyan, ez annyira megható volt. És utána hozzá kellett, utána beborult, képzeljétek el. Tehát vége volt az ünnepségnek ezzel, és utána visszaállt a köd. Hát azért mondom, hogy ilyet rendezni nem lehet, ez gyönyörű volt. Jó Isten ezt. Jó érzés ezt hallgatni. Igen, hogy vannak ilyen történetek. Igen. Tudom, hogy ezt most csak így zárójelben kérdezem, de most így feljött bennem, hogy hát a magyar érzelmeid azok hát számomra teljesen nyilvánvalóak, és hát tudom, hogy egy párszor ellátogattál a Czöf Miskolcnak az előadásaira is, és esetleg eszedbe jut, hogy mit hallottál, vagy mit láttál. Még az nagyon az elején volt. Még az elején volt. Nem baj, minden esetre, hát szeretettel várunk. Köszönöm szépen. Is, hogyha, ha meglátogat minket, nagyon fogunk körülni. Hát még azt szeretném, hogyha, mert én annyi mindent kérdeztem, és biztos egy csomó mindent nem kérdeztem meg, hogy még tudnál-e beszélni nekem kimondottan a fa szobraidról. Tehát engem borzasztóan érdekel. Hát ugye ezek nekem mitikus szobrok, tehát ezek olyan időtlen szobrok, nem lehet ezekre azt mondani, hogy kérem szépen itt van egy portré, vagy itt van egy kis plasztika, ami csak egy szép plasztika, ezek sokkal többek annál. Igen, én is úgy gondolom, hogy az igazán, most nem ezzel akarom magamat dicsérni, vagy magamra is vonatkoztatni, de valahogy az igazi nagyművek, vagy jó művek, azok nem egy korba szólnak, hanem azok mindig szólnak. Tehát bármelyik korban élő embert megérintheti. Tehát, mint ahogy minket is megérintenek a régi koroknak a nagy alkotásai. És az igazán nagy művek, ezt én is hiszem és vallom, hogy azok valami delejes erővel bírnak, ami így sugárzik belőle. Amikor már átlényegül a fa, tehát lelkesítve lesz, hát lélekkel telítődik, hát szóval ez olyan, mint még egy rom templomba is a bemégy, már ami nem templomként van, hanem csak meg lehet tekinteni, mit tudom én, egy pálos kolostort vagy olyan, de ott még a maradék romok is, ahogy szokták mondani, az átimádkozott falak sugároznak. Még ott is úgy összerez ez, hogy Istenem, itt valahogy Istennel vagyok közvetlen kapcsolatban. Tehát, és ha most a szobrokat nézed, akkor jó, hát nagyon jó érzés volt számomra. Jaj, de hirtelen ki akartam mondani a festőművésznek a nevét. Nem jött eszembe, a Micsenőben volt kiállítás, aki, hát Váli Dezséna. Csak azért mondom, mert neki van folyamatosan vezet egy naplót az interneten, és rákattintottam véletlenül, és nem, és akkor dátumozom, minden napról ír. És akkor megnézem, hogy mit írt a Nemzeti Szalomba, járt, és akkor ott látom a szobromat lefotózva az ő naplójában, és akkor azért volt lefotózva, mert ott volt még vagy 3-4 műalkotás mellette, hogy ezek a munkák érintettek meg. Uh-huh. Hát, és én azt se tudtam, illetve én tudtam, hogy ő kicsoda, de ő engem biztos nem hiszem. Hát a korkülönbség is nagyon nagy, Válint teljesen más világban. Más egy nagyon modern művész. Teljesen másképp gondolkozik. És na, szóval ilyenkor érik az embert meglepetések, az, ami neked tetszett, itt kint van az a Pásztor című szobor. Igen. Az a fiú. Igen. Az volt, igen. Igen, amikor idejött tegnap, azt simogattad meg az arcát, arról van szó. Igen. Az volt a szalomba kiállítva.
Igen, szóval ezek nagyon, ezek amiket mondasz, nagyon átjönnek, és tehát én is érzem ezekbe a transzcendenciát, tehát hogy van bennük egy ilyen kapcsolat mindenhatóval, és hogy hát nyilván, hogy akkor, bár ez intim kérdés, tehát ez összefügg a hittel is, és nyilván, hogy egy hívő ember tud ilyen lélekelteli dolgokat készíteni. Hát én hiszek benne, hogy az igazán nagy művek azok nem is igaz, azok szakrálisak. Na, igen. Majd, most igen. Nem azért, mert Szűz Máriát ábrázolja konkrétan, tehát nem így kell érteni, hogy most valami konkrét szentet, vagy nem tudom, szent témájú képet festek, hanem olyan sugárzása van a képnek, nem tudom, Kárpáti Tamást ismered biztos. Hogy ne. Na, én például nagyon szeretem. Nagyon szeretem. Tehát azokból így dereng, így pulzál a hit. Igen. Az Istennel való kapcsolat ott jön. Szóval valami döbbenetes számomra. Na szóval, hogyha ezek működnek, akkor van értelme a belkülön, mert lehet festegetni, meg szépeket csinálni, meg mondani, de nem lehet hazudni velük, hogyha jó, akkor az beszél. Igen. igen. Hát nagyon köszönöm, hogy ilyen szépen beszéltél, és hogy megnyíltál előttünk, mert ezt a legnehezebb azt hiszem elmondani a világon, hogy az ember, hogy mondjam, tehát egyrészt, hogy szerény vagy, de mégis el tudod mondani azt, hogy miért tartod jónak, amit csinálsz. Tehát ez egy nagyon nagy adomány. Én még szeretném megkérdezni tőled, hogy hát mi foglalkoztat téged mostanában? Tehát vannak-e terveid, hogy tudom, hogy csinálsz érmeket folyamatosan, hogy ezzel kapcsolatban valamit tudnál-e? Hát most mi van a tarsolyokban? Ezeket fogom csinálni, kis plasztikai és érem ilyen visszafogott méretben, mert hát időközben ugye az én kezem is a sok faragástól azért igen, csak viseletes állapotba került, itt ezek a késztő ízületek kezdenek fájni. Tehát, de azért ilyen kisebb dolgokat azt meg tudom csinálni, meg hát szeretném is még. Úgyhogy ilyen terveim vannak, tehát olyan nagy méretben meg, hát esetleg, ha jön a jó idő, akkor csak kiülök, és kint azért valamit össze, faragok. Nagyon kellemes a környezet. Még nem beszéltünk a múzsákról, mert a múzsákról beszélni kell, hogyha művészetről van szó. Nagyon sok szobrodon felfedezem Zsókának, feleségetnek és ez is olyan kedves, nagyon tetszik nekem. Ott is van az a bronz. Igen. Igen. Az a fej, az Karolai márvány, igen. Az ott Karolai márvány ad fel. Az akkor, mikor megismerkedtünk, az akkor volt, 74-ben azt hiszem, akkor csináltam. Vagy 75? Igen, 70, hány éves házasok vagytok? Ó, 74-ben házasok. 74-ben házasok voltak össze. Hála Istennek, együtt vagyunk, és igen. Jól vagyunk. Tehát látom a katalógusaidból, meg a munkáid közül, tehát felismerem, bármilyen nevet adsz Zsuzsanna, vagy akármilyen nevet adsz a munkáidnak, mindegyikről Zsuzsanna miatt nem adtam, Zsókát adtam. Valami Zsuzsanna nincsen. És akkor lehet, hogy én olvastam el, de hogy mindegyikről a Zsóka képmása ragyog ránk, legyen az egy ilyen nappanéző, vagy buslakodó. Nagyon tetszik a Zsókáról készült portréd, amelyik szintén applikálva van, tehát ilyen viaszolt vászonnal, amelyik így, mint a haja... Ott van, azaz. Ott van mögöttem? Igen? Na, azt vegyétek fel feltétlenül. És akkor még szeretnék egy szoborról beszélni, illetve erről a kettőről, meg még egy. Most, hogyha a muzsánál tartunk, akkor Vágy című szobrodról szeretnék, hogyha... Vágy? Igen. De az nincs itt. Az nincs itt. Az nincs itt, az a szobor. Az nincs itt. A múzeumban van valahol. A múzeumban van, igen. Tehát neked vannak dolgod, Erman Otto múzeumban is van munkád, a Nemzeti Galériában is, Kecskeméten. Nemzeti Galériában sajnos nincs, azt nagyon szerettem volna, de... Nincs. Hogyha egyszer oda kerül, de amúgy sok helyen, Soproni Múzeumban, Szolnokon van. Igen, úgy mindenfelé az országban. Sok helyen, a Vásárhelyen, a Tornyai Múzeumban.
És ez akkor hol van, ez a vágy című? Ez itt van, a galériában van galériában szerintem. Van? Igen, igen. Egy nagyon érzéki szobor, tehát egy gyönyörű... Mellszobor, igen, mellszobor. Egy csodálatosan érzéki szobor. Igen, igen. Én nem várakozom rá, hogy elmeséljem, mert látni kell, és reméljük, hogy még látni fogjuk. Galériában, igen. Üzensz-e valamit a ifjúságnak, mert nekem az mániám, hogy fiatalítani kell, és hogy a fiatal nemzedékben, hát, gondolom, kapcsolatod van velük, hogy mit látsz, egyáltalán mit gondolsz, merre megy a művészet? Na, hát ez az... Bocsánat, közbe várom, mert tanulnak a gondolatok. Ez, hogy, hát ezt nem beszéltünk róla, hogy én tanítottam 13 tanítottál művészeti tagozaton, igen. Szobrászakot vezettem. Jó, hogy illetve... felhozod, mert én megfeleltem. Mintázást is. Rajzmintázást, igen. Na, és ott tanítottam a gyerekeket, és hát egy-kettő, hát de nem is, annak, nem is az feltétlen a célja ennek a középiskolának, hogy művészpalántákat indítson útra, hanem az érzékenységüket fejleszteni, hogy vegyék észre a szépet, vegyék észre a ritmust, a arányokat, stb. Szóval érzékenyek legyenek, fogékonyak. Na ez, de sajnos, csak egy kicsit úgy elment a kedvem, mire nyugdíjaztak onnan, hogy hát viszont egyre kevesebb gyerek volt ott, aki ténylegesen azért jött, hogy itt a művészet érdekli. Hanem anyukának tetszett, hogy ez egy szép dolog, meg neki is, itt el lehet azért linkeskedni, és ez nem olyan komoly, szóval sok gyerek így jött, és hát persze megcsinálják, megcsinálták, de hiányzott bele az a nyelvkinyújtós, ezért úgy dolgozott volna rajta. Volt olyan is, azok viszont mentek is tovább a pályájukon, igen. Lett szobrász belőlük. Volt az. Igen, igen, lett festni szobrász. Mit gondolsz, hogy merre tart a művészet? Mert ugye a világ, ha egyetemesen nézzük most, akkor nem olyan jó dolgok felé halad, és elég nehezen viseljük ezt, hogy a művészettel kapcsolatban mit gondolsz, hogy merre megyünk? Visszafogod, szerintem így vissza, hullámvonat szerint. Szóval vissza fognak jönni azok a igazán értéknek tartott dolgok, az leendő nemzedék rá fog jönni, hogy mennyivel értékesebb és többet ér az, amit én a kezemmel meg tudok csinálni, mint amit a számítógéppel kipütyögtetek, és azt kidobja nekem, aztán én egy kicsit azon színezgetek, és kész a mű. Szóval, mert ez láttam, hogy ez tetszik a gyerekeknek, a számítógépet mindenképpen használják, szóval, és tehát adja is némelyik művész a lovat, találjuk, hogy ez a jövő, ezt kell csinálni, meg kell nézni a grafikai biennál, és hány olyan mű jön, ami ilyen számítógépes digitális, igen. Úton, módon jött létre. Én meg jobban szeretem azt, amikor valaki nekiül és szépen megrajzolgatja, meg megfesti, amit meg kell. Így kézzel, csak simán, van egy papírlap, meg vagy van egy vászon, ecsettel, festékes, tessék megcsinálni szépen. Én ebbe hiszek, hogy ez nem megy ki a hülyeség divatból, ez vissza fog jönni, igény lesz rá szerintem mindig is, és lehet, hogy szóval nem tudom, hogy mikor vagy hogy, de előbb-utóbb ez vissza kell, hogy jöjjön, mert valahogy olyan káosz felé megy minden, és ebből nincs kiút, csak hogyha visszatérünk a normalitáshoz. Nem tudok más mondani rá, hogy... De ahhoz, hogy a dolgok letisztuljanak, kell a káosz is. Igen, azt mondom, hogy ilyen hullámos, hogy lent vagyunk, aztán vissza kell jönni, mert... Igen, úgy lecsupaszodott minden, ugye? Hát voltak még valamikor, még amikor én fiatal voltam, és murális munkák, ugye, amik díszítették az épületeket, épületen kívül voltak stukkók, stb. A belül is nagy terekben mindig volt egy-egy táblakép, szobrok, stb. Tehát ezek a, vagy üvegművészet, ezek így szépen, tehát a szecesszióban milyen csodálatos volt azok a csodálatos kapuk, a
üvegek benne, és a többi. És hogy úgy minden úgy lecsupaszolt, hogyha egy templomot megépít most egy építész például, ott se használja fel egyáltalán a művészetek ágaknak a színességét, hanem belekerül egy-egy dolog, tehát minden a nagyon le van simulva, nagyon le van egyszerűsítve, és olyan, mint hogy a digitális világban egy egyenes út vezetett volna ebből. És hát tényleg belépett a digitális művészet is, ami nem baj, csak nem kell leplezni, tehát nem kell művészetnek leplezni, hanem fel kell vállalni, hogy ez, kérem, ezzel készül. Bocsánat, Ági, hogy közben, hogy a művészeknek nagyon nagy felelőssége lenne az, hogy jó irányba mutasson példát, utat, hogy az emberek be vannak csapva, akik nem foglalkoznak hivatásszerűen meg naponta a művészettel, hanem szeretne a lakásában egy szép képet venni, vagy szobrot, és akkor mit kap, mert bemegy a képcsarnokba, vagy nem tudom, hogy hova, és rásózzák a akármit. A képcsarnokon még hajdanál egy nagyon, úgy mondjam, a maihoz képest, hát minőség volt. Igen, minőség volt. Na de most meg, hát hogy miket sóznak rá, és utána szerencsétlen ott fog, amikor megszorul anyagilag, és szeretné értékesíteni a meglevő festményét, mert szüksége van pénze, hát nem kap érte semmit se. Igen. Megnézi egy szakértő, hát azt mondja, hát ez nem. Igen, hát elég zavaros. Igen, ez az egész dolog. És hát én úgy gondolom, és én ezt nyugodtan felvállalom, amit mondani fogok, hogy liberalizálódott a művészet is. Nagyon-nagyon-nagyon eltolódott, és nagyon szabatos lett. És szabados, tehát mindent meg lehet tenni, művészetben is gátlástalanul, és tehát nincsenek korlátok, nincs egy olyan fajta tartása, amit te is mondtál, művésznek, hogy erkölcsi kötelessége az, hogy, hogy gondolkodik a világról, na, meg a művészetben. Ha akarsz érvényesülni, ebbe a trendbe be kell vonulnod, szóval igen, de ez a másik csalás. Igen, ez nem kötelező. Persze, hogy nem kötelező. Te sem álltál be a sorba, nem vettél fel alülröket, és nem vettél fel divatokat, hanem teljesen konzekvensen a saját utadat jártad, és ez a szimpatikus rész. Nem baj, ez én lelkésültem. Nyugodt, jó, egy kész. Igen. Kedves Zsolt, itt abba kell hagyjuk a beszélgetést, ha csak nincs még valami olyan mondani valód, amit szeretnénk. Biztos lenne, de hát... Lenne még. Tudod mit? Még van annyi kis időnk, hogy még arról a két szoborról a valamit mondanál. Az utolsó kettő. Ja, Istenem, hát nem, hogy is mondjam. Az teljesen idétlen a megfogalmazás most, hogy begurultam azt a címet, azért adtam neki. Nagyatádi faszobrászati triennáli, nem mindegy. Felhívás. Szóval folyamatosan adtam én be szobrokat. Aztán úgy voltam vele, hogy megcsináltam ezt. Ez az utolsó kettő lesz, amit oda beadok, és én többet nem adok be. Értem, hogy ilyen prózik. Ez egy nagyon jó szanom. Mérges voltam, tudod, látva az anyagot, hogy ott mik vannak. Hát nem kell, akkor nem kell. Ez egy nagyon jó csatlanó volt. És erre kaptam a Nagyatád város díját. Igen, na látom. Véner Tibor nyitotta meg, emlékszem rá, és nagyon boldog voltam. Úgyhogy így lett utolsó kettő, de aztán végül is ők együtt vannak, tehát így van kiállítva igen, minden. Igen, egymással kicsit balról, jobbról. Hát, Drága Zsolt, köszönjük szépen, hogy a vendégeid lehettünk, és jó egészséget kívánom neked, és további alkotó nagyon munkát, szépen, alkotó köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, hogy megkerestetek. Jó esett. És Lengyel Attila, elnökünk, szeretne téged megköszönteni. Jó, nagyon kedves volt, nagyon szépen köszönöm.